Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 NASCAR ikont fogunk nektek bemutatni. A mai videóban a NASCAR valaha volt legjobb pilótáiról lesz szó, az elért eredmények, a nagyobb sikerek és a rajongók szeretetének felmérése alapján. 10. Ned Jarrett. Gentleman Ned Jarrett eredetileg sógora nevén versenyzett, csak hogy az apja ne tudjon semmiről. Pályán elért győzelmei azonban azt jelentették, hogy a titkolózás nem tarthatott túlságosan sokáig. 1953-tól kezdve Jarrett 50 győzelmet aratott a 13 éves karrierje alatt. 1961-ben Jarrett bajnok lett, annak ellenére, hogy abban az idényben csak egyetlen egy versenyt tudott megnyerni. 1965-ben 14 körrel nyerte meg a Southern 500-at, és másodszor is megkapta az év bajnoka címet. Ned a következő évben mindösszesen 34 évesen nyugdíjba vonult, mert a Ford ekkor már kevesebb szerepet vállalt a versenyekben. 9. Kyle Busch. Kurt Busch testvére, Kyle Rowdy Busch vitathatatlanul az egyik legjobb versenyző valaha a pályán, amit a 2015-ös, illetve 2019-es kupasorozatos bajnoki címei is bizonyítanak. Egymás után nyert meg két évújonca címet is, illetve ő volt az első pilóta, aki nyerni tudott a NASCAR mindhárom szériájában ugyanazon a hétvégén. De Rowdy ugyanolyan jól ismert a botrányairól is. 2011-ben elvesztette az esélyét a győzelemre, és ideiglenesen elvesztette a szponzorát is, miután egy track verseny során a falba taszajtotta Ron Harnaday Jr.-t. 2009-ben pedig egy 25 000 dolláros trófeának szánt Les Paul gitár tört össze, ráadásul a művész előtt, aki festette. 8. Cale Yarborough. Yarborough volt az első pilóta, aki három egymást követő kupát is meg tudott nyerni az 1970-es években. Az 1957-ben debütáló Cale csak 1973-ban kapott meg egy autót egy teljes szezonra, de abban az évben négyszer is nyerni tudott, beleértve a bristoli győzelmét is, ahol minden egyes kört vezetett. 83 győzelmével Yarborough a versenyeinek közel 15%-át megnyerte. A négyszeres Daytona 500 győztes 1976-tól 78-ig folyamatosan bajnoki címeket nyert, de az 1980-as kiírást sajnos elvesztette Dale Earnhardt ellen. Ezután már csak részmunkaidőben vezetett, egészen az 1988-ban való nyugdíjazásáig. 7. Tony Stewart. Stewart az akkori Winston Kupa sorozatra még IndyCar versenyzőként érkezett. Ellentétben azonban az előtte lévő független versenyzőkkel, Stewart nem csak bekerült egy NASCAR versenyre, hanem egyszerűen remekelt. A debütáló szezonjában három versenyt megnyerve, Stewart természetesen megszerezte az év újonca címet, és sokakat lenyűgözött azzal, hogy abban a szezonban a Gatorade Twin 125-ös versenyen fej-fej mellett haladt Dale Earnhardt-tal. Az évek során Stewart 49 győzelmet és 3 bajnoki címet gyűjtött össze. 6. David Pearson. Az 1960-as év újonca David Pearson lenyűgöző statisztikákkal rendelkezett. Az 1966-os, 68-as és 69-es kupa győzelmei után még 105 győzelem és 366 top 10-es helyezés zsebelt be. Az 1966-os, 68-as és 69-es bajnoki címei után még 105 győzelmet és 366 top 10-es helyezést zsebelt be. 1969-ben megdöntötte a 190 mérföldperórás határt egy időmérő edzésen. Pearson volt Richard Petty egyetlen igazi riválisa, akivel kölcsönösen tisztelték egymást, és mindketten egymást tartották a legjobbnak. A rivalizálás eredményeképpen a pilóták összesen 63 különböző alkalommal szerezték meg az első, vagy a második helyet. 5. Jeff Gordon. Jeff Gordon egyszer visszautasított egy tesztelést Jackie Stewart csapatánál, majd nem sokkal később a Winston kupán debütált az 1992-es Hooters 500-on, Richard Petty utolsó versenyén és azon a napon, amikor Alan Kulwicki megnyerte a bajnokságot. Időbe telt, míg Gordon valóban bebizonyította a tehetségét, és először még nem teljesített kiemelkedően, de 1995-ben megtalálta a ritmust és megszerezte 4 bajnoki címe közül az elsőt. 23 teljes szezonjának végére Gordon 93 győzelmet aratott, köztük 3 Daytona 500-zal és 5 Brickyard 400-zal. 4. Bobby Ellison. A néhai Davy Ellison apja, Bobby Ellison az úgynevezett Alabama Gang egyik legfontosabb tagja volt. A sofőr 7 alkalommal nyert el a legnépszerűbb pilóta címet, majd 84 győzelemmel és 466 top 10-zel vonult vissza, 50 évesen pedig ő volt a legidősebb pilóta, aki meg tudta nyerni a Daytona 500-at. Ellisonra sokan csak az 1979-es Daytona 500-at követő hírhet ökölharcáról emlékeznek.
Ez volt egyébként az a verseny, ahol testvérével, Donnyval majdnem utol tudta érni Cale Yarborough-t. Ugyanebben a szezonban egy súlyos balesetet is okozott Poconóban, amelynek eredményeként idő előtt halottnak nyilvánították, de a baleset végül csak amnéziát okozott nála. Harmadik, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson 4 éves kora óta mindig versenyzett valamilyen formában, ezért látszólag már kiskorától kezdve nagyságra volt ítélve. 2002-ben megkezdte első teljes idényét azzal, hogy megszerezte a győzelmet Daytonában, 2006-ra pedig Daytonában, Talladegában, Indianapolisban és Martinsville-ben is győzni tudott már. Miután Tony Stewart legyőzte, Johnson 2013-ban újra visszaszerezte a bajnoki címét, ezúttal egy Matt Kenseth-tel való párharcban. 2016-ban beérte a győzelmek számát tekintve Dale Earnhardtot, illetve az azévi bajnoki címével pontosan annyi volt már neki, mint magának a királynak, azaz Richard Pettynek. Második, Richard Petty. Az 1959-es év újonca, a NASCAR első 7-szeres Winston Kupa bajnoka és a Daytona 500 7-szeres győztese. Petty 200 győzelemmel és 735 top 10-es helyezéssel vonult vissza a 35 éves karrierje után. Petty legkorábbi győzelmei szorosan kapcsolódnak a Plymouthhoz, és pont emiatt a bajnok több versenyt is kihagyott az 1965-ös év alatt, amikor a NASCAR betiltotta a legendás Hemi motort a versenyeken. Később persze azonban számos más márkával is versenyzett. Ellenségének David Pearsonnak mindig is Petty volt az az ember, akit meg kellett vernie. Még jóval azután is, hogy a pilóta már régen visszavonult. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, nézzük meg néhány vígazdíjast. Darrell Waltrip, Alan Kulwicki, Lee Petty, Tim Richmond, Junior Johnson. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Dale Earnhardt. Earnhardtot sokan Monte Carlo grófjaként, vagy a feketébe öltözött emberként ismerik, és a pilóta igazi legendának számította maga korában. A legenda nagy része a Daytona 500-hoz kapcsolódik, a versenyhez, amit 20 éven keresztül üldözött, és amelyen a pilóta végül életét vesztette. A 7-szeres Winston Kupa bajnok 76 karrier győzelmével rengetegszer volt esélyes Daytonában, de az évek során mindig valami keresztbe tett neki. Egy üres benzintartály, egy kivágott gumi, vagy éppen egy csirály, mielőtt végül megnyerte a hűn áhított versenyt 1998-ban. Ti nézitek a NASCAR-t? Van kedvenc pilótátok? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!